Na, visszatértem, bocsánat. Sikerült felállítani, ne arra, hogy Faterku egy, de Daruval ráléphúztam és sikerült felállítani. Most csak visszatolatok arra a pozícióra, hogy rá tudjam majd tenni. Akkor senkinek nem volt, mert nem adtam vissza rá a hangot. Ma nagyon-nagyon szét, ma nagyon-nagyon szétszórt vagyok. De ezt gondolom érzitek is, tapasztaljátok is. Mint hogyha nem a régi volna, mi? Amúgy úgy, ahogy mondtam, hogy oda kihúztam az oszlophoz, oldalra billentettem egy picit, és Daruval utána felállítottam. Jó. Na nézzük. Ide kell eljutni. Borulás nélkül. Már csak ennek a 38 liter üzemanyagnak kell elegendőnek lenni, hogy oda. Hogy oda leérjek. De annak elvileg biztos, hogy elégnek kell lenni. De ide most már akár üresen is. Jó. El kell mennem betonlemezért. Ez nagyon-nagyon fontos. Szóval. Viszont, hogy ne szívassam rommá magam, illetve ne legyen agyatlan content, ezért most megépítjük a hidakat. Ezt a hidat nem tudom, hogy hol és hogyan lehet megépíteni. De mindenféleképpen megépítem a hidakat. Annyi, hogy ezzel a daruval
Elvánszorgok oda, felfedezem a kilátót. A fentit se hogy? Köszi Donát. Maradék üzemanyagot leviszem. A maradék üzemanyagot, azt a 41 litert leviszem a taigához. Ide hoznom kell majd üzemanyagot. Jó. Ezt innen kimentjük. Jó. Szóval. Elvileg itt van ez a tajga. Ez itt megvan. Feladatlista alapján helyreállítása, 2 betonlemez kell hozzá. Összesen 4 betonlemez kell elhoznom. Ne haragudj érte. Szia Zoli, hello hello. Szerintem a rendszerevel van valami baj. Betonlemezből 4-et kell elhozni. Az biztos. Betonlemezt honnan tudunk szerezni? Azt a kőbányából, nem? Ja. Azt a kőbányából. Szóval. A kőbányából el kell hozni összesen 2x2 betonlemezt. Azt hogy tudjuk kivitelezni? Azt konkrétan ezzel a monstrum szarral tudnánk kivitelezni. Igaz? Mert annak van 8 szabad helye. Nem számolódott fel Zoli, csak olyan fázisban van, hogy nagyon keveset játszanak rajta többiek, nem pörög az idő, és most elvégeztem minden munkát, így nem tudok olyan kontentet vele gyártani. Valószínűleg a farmos dolgot azt egy kicsit át fogom majd szabni, hogy folyamatosan legyen kontent. Oda is felfogunk. Menni meg egyéb ilyenek. Csinálj egy vontatót futóból. 2 tudok feltenni. Lehetséges, hogy úgy is meg lehetne oldani. Na. Jöjjünk vissza a garázsba. Jó. Oké. Ez nem jó. Tároló. Milyen jármű van itteneni? Szerintetek még a jobb ötlet? Csináljunk egy gigaszerelvényt.
Mert ugye betonlemezből úgy néz ki, hogy ide jönne kettő, és négyet kell elhoznom. Vagy olyat tudok csinálni. Pótkocsi törlése, jó. Pótkocsi leválasztása. Jármű kimentése. Például felrakom erre a magas nyerget, és ezzel elráncigálom valahogy azt a cummendárét. Azt a böszme nagy szart. Vagy alacsony nyerget telepítek, elhagyom a garást, és olyat, hogy ugye erre felfér négy, és hogyha ezt én itt lepörgetem, úgy, hogy felrakok egy ilyet, és felrakok egy ilyet, és az előző, azzal a rámpás szarral, azt meg elcsöllőzöm. Ugye felmakasztom ennek a futóra, és egy ilyen hosszú giga. Azt tudom, hogy van 8-as nyereg. Próbáljuk meg a szuper nyerget. Azt mondod? Várjál, hogy kell mondani Donát? Várjál, fogd meg a söröm. De te még pontatót használtad. Donát.
Az a baj, hogy állandóan fel fog akadni. Látom, én is kénytelen leszek máshol menni. Hát nagyon. Konkrétan nem a gép, hanem a futó akad föl. Állandóan fel fog akadni. Szia, Petyus! Hát ez...
Ez böszme nagy szarjószág. Szia, Bruti. Az a baj, nagyon-nagyon tehetetlen az egész futó. Jó, ott felakadtam egy kőbe. Ó, hogy a pistike minden itt, de komolyan. Az. Gyerünk. Ja. Oké. Ide súly kell. Az a helyzet, hogy egyetlen egy opciót látok, hogy ha ide ebbe az irányba így feltépem. Viszont ehhez mindenféleképpen súlyra van szükség. Az fix, hogy ide súly kell. De olyan súly kell, ez biztos, hogy nem ráncigálja fel. Ebben még talán... Ó, oh, bakker. Hirtelen nincs nagyobb gép a kezembe.
Az a baj, ettől meg attól félek, hogy ez meg teszetosza lesz. Szia Donito! Üdv mindenkinek a lehetetlen küldetésnél. Borulás nélkül ki kell hozni egy gigaszállítmányt a kőbányából. Oh. Én már csak azért is, Donát. Elmegy vele 2 óra az életemből, akkor se érdekel. Ezt most már csak azért is kíváncsiságból megnézem, hogy meg tudom megcsinálni. Mi a búspicsáért nem hajlandó úgy működni, ahogy kell? A bocsánat. Nyomom a shiftet, tolom föl a váltót, és egyszerűen nem hajlandó. Úgy. Úgy, fussunk rá. Mert az milyen jó dolog. Hú, gyerekek, ez nehéz lesz.
Nehéz vontatók lesznek majd, de azokban maradjunk annyiba, hogy olyannyira nem bízom. De lehet, hogy majd hozunk egy... Most igazából súly erő kombinációjára gondoltam. Jó, ezt beraktuk oda. Ugye abban bízom, hogy nagyon tehetetlen, és nézzétek meg, hogy mennyi tengely van ott. És hát ha a tengelyeknek köszönhetően el tudnám azt érni, hogy nem akadna fel a futó minden szarba. Jó. Oké. Ugye itt vagyunk ebben. Igen, ebben az lesz a probléma, hogy nem a gépre van csatlakoztatva. Igen, itt ebben az lesz majd a gond, hogy nem ide vagyunk csatlakozva. Ez nem éri el. Ez így nem jó. Igen, per pillanat nehezebb az uton. Mert nagyon-nagyon... tehetetlen a futó.
A teherautó cseréje. Oké. Ajaj. Az a baj. Szerintem nem vagyok elég nehéz. Várjátok. Olyan nincs. Jó, ne. Lehet, hogy az lesz. Ketten? Most már kíváncsi vagy, Petyus, hogy fel tudom-e tépni? Megpróbáljuk ketten. Sőt, tőlem jöhet még egy harmadik ember is. Felvihetjük hárman is.
Petyus már belépett a játékba. Petyus már jön. Jó, azt hittem, nem olyan rossz. Hát ez úgy látom, hogy nem fog tudni át. Kiütöm itt a motort. Már is Petyus. Indítom a kúpot. Jó. Már is, csak átmegyek oda, ahova kell. Hogy legyen. Hát ez lesz majd a kód. De... meghívtalak. Petyus, elvileg kiment a meghívó. De amúgy elvileg valami ez a kód. Konkrétan ide se bír feljönni.
Azt mondod? Az a baj, azt írja, hogy túl messze van. Még egy kicsit, Petyus, még egy picit. Megvan. Gyerünk, Drusám, tépjed. Gyerünk! Hogy? Az a baj, hogy fennakad. Gyerünk!
Petyus! Várjál! Nem, megmondj, mit kellene csinálni. El kellene a futót húzni balra. El kellene futót vinni balra. Megvan, Petyus? ez elmebeteg. Halljátok, megszégyenítjük a SnowRunner fejlesztőinek minden egyes gondolatát. A SnowRunner fejlesztőinek minden egyes gondolatát megszégyenítjük. Várjál, Petyus, lehet, hogy azt kell, hogy ide fel kéne húznod, és utána, amikor fent van a futó, akkor elbillenteni arra. Hú, Petyus, az is jól, hallod, pont ahonnan jöttél. Pont ahonnan jöttél. Úgy, látod, megvan az egyenes. Kitolatunk vele, mit szólsz? Várjál, csak hagyj állítsam irányba. Várjál még. Jó, most.
Az a baj, nagyon tehetetlen a futó. Szegény. Ne haragudj. Nem akartam. Fel tudsz jönni? Elfélsz? Petyus, ne oldalról! Ne oldalról, hátulról! Hátulról! Várja! Nem. Most elvileg ez nekem segít. Aha, nincs súly Petyuson, az a baj. Igen, az lesz a gond, hogy nincs rajta súly. Ugye elindulok, azt elhúzom.
Várjál, 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 mert nem kell előre. Jó. Amúgy ugye megvan, hogy ennyi idő alatt már rég elvittük volna. Ennyi idő alatt már tudod, hogy rég elvittük volna. Az jó volt. Gyerünk, Petyus, húzzad. Gyerünk. Na ez az. Várja, irányba kell állnom. Jó. Király! Úton vagyunk! Na ez az! Ez az, amikor a két kőszikla összefog. Ez az, amikor a két kőszikla összefog, igaz, Petyus?
Tankolni kell majd. Kevés lesz a nafta. Ó, de rendes, nézzétek már. Mondtam, hogy kevés a nafta, elment és hoz. Tiszta úri dolgom van. Ó, megtankolták, köszönöm szépen. Na hát figyelj, viszont... itt biztos, hogy nem ráncigáljuk föl. Az tuti. Itt lehet, itt el tudnék jönni. Hoppá. Nem, olyannal még nem. Fele. Nem jó. Petyus, elszúrtam, nem erre kell menni.
Várjál, Petyus. Hogy fordítsam ki a gépet oda, ahol kell. Na, gyerünk. Elvileg ez lenne az, gyakorlatilag nem tudom, hogy járható. Szerintetek próbáljuk meg? Petyus, inkább elém. Légy szíves. Kélek szépen. Nem tudom, faterku vagy. Várja, ebből borulás lesz így, Petyus. Ebből így borulás lesz.
Gyere ki alóla, Petyus, gyere ki alóla. Ki tudsz? Gyere, gyere. Erre tovább kell mennem egyenest. Nekem még mennem kell egyenest. Hogy a lehető legnagyobb íjbe tudjak majd fordulni. Mert különben beakad a fába. Jó. Jók vagyunk. Várjál, né, Petyus, várjál egy picit, várjál. Köszi. Ezt az útvonalat kéne választanunk. Itt egyenest. Szia Manyi, szia Kapov. Cső mindenki. Szia Spiller, hello hello. Azzal van a baj, hogy van itt egy baszott szallagkorlát. De itt nincs. Ja, vitamin, hello. Üdv mindenkinek, üdv a gigaszállítások földjén. Rest ember kétszer fárad, vagy hogy szokták mondani? Nem hiszem el. Petyus, eltéptük idáig.
Megépítjük a hidat. Elsőre. Ezt mi a picsáért? Most mi a retekért nem fogadja el? Ja. Corretto, biztos, hogy nem, mert ebből én így nem élnék meg. Nem. Nem, nem. Van olyan, hogy szállítok munkám folyamán, de nem így. Petyus, segítesz, kiráncigálod a végét? Termék pozícionált felelős szakmenedzser vagyok. Raktáros. Várjál, Petyus. Én most már irányba tudom állítani a gépet. Raktáros vagyok. Az jó. Jó lesz, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Na na, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Nem jó, elszúrtam. Lenes, lenes!
Az a baj, lótúrót nem látok hátra. Igen, ez lesz a baj. Szia, Bruti. Hello, hello. Olyan lehetetlen fordulóköre van. Dehogy lenne rosszul. Petyus, meg tudsz arra húzni? A tajgán van daru? Van. De megtaláltam az utat. Á, megtaláltam, Petyus, az utat. Ajaj. Ki kéne ráncigálnod az órát? Dehogy is, ez a kihívás. Többet erővel, mint ésszel. Ennyi. Egyedül nem? De itt vagytok ti nekem. Ezt a meg nem boldog ucivar még itt, esküszöm. Hát ez felélt egy kabaréval. Ez felélt egy kabaréval. Egységben az erő, úgy, ahogy mondod, Manyi. Ennyi. Figyeljetek, amit egy Péter nem tud megoldani, kettő biztosan megcsinálja. Ennyi. Petyus, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy növelted a hatékonyságot.
Faterku egy. Jó éjszakát, jó pihenést! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100 csírt, köszönöm szépen, hogy itt voltál, neked is jó pihenést. Remélem azért egy kicsit szórakoztató volt, nem csak elkeserítő. Én bevallom, becsülettel azért élveztem. Egy baszott nagy káosznak indult az egész. Majdnem az is lett. De hát, ahogy Manyi is mondta, egységben az erő. És ezt a pótkocsit valahogy nem tudom törölni. Ezt a giga pótkocsit valahogy, srácok, nem tudom törölni. Valahogy nem engedi a játék, hogy töröljem. Ja, kúp, jó, nem, jó, rájött, jó. Szakmailag nem, tudom, igen. Igen, sajnos a szállítmányozási szakmában dolgozó összes embert szerintem most égettem ki. Ezzel a kultúr barbár megoldással. De hát kellenek az ilyen kihívások. Kellenek az olyan kihívások. Megtettük, amit minden nemű elmerodjanásunk megkövetelt, főleg az enyém. De azt kell, hogy mondjam, hogy jó ez a vontató. Főleg, ha kettő van belőle. Itt van a gyár. Ó, de marha vagyok, hát itt van egy trailer garázs. Oda be tudnék. Oda be tudom vinni, ott el tudom adni. Szia Petyus, jó éjszakát, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen a segítséget. Eladtuk. Félreállunk, idehozzuk a Tajgának a futóját is. Azt is eladjuk, mert arra sincs levele. Arra. Azt se kell már nekem. Na, nagyon jó. 67 liter. 67 literre csak odaérek. Bár ez a jószág nem fogyaszt olyan barátilag, mint a másik.
Úgy. Úgy. Nagyon jó. De így folytatom, nem is fogok odaérni, mert addigra ketté szakad a gép. Megcsináltuk volna kettő körből. Sőt, ha kúp, vagy ilyen multi módban vagyunk, akkor és például hamarabb meginvitálom Petyus, vagy hamarabb mondja, hogy jön, akkor akkor igazából easy-bb módon, könnyebb módon meg tudtuk volna csinálni. Viszont szerintem az nem lett volna annyira észveszejtő, és ilyen téren szerintem egy kicsivel unalmasabb is lett volna. De ez én vagyok. Nem tudom ti, hogy gondoltátok, vagy hogy láttátok. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy másodjára is a megtisztelő figyelmet mindenkinek. Holnap is két részletben lesz adás. Ugyanúgy megyek Damaszkináját. Egy 6 órától 17 óra 45 percig. Egy pedig ilyen fél 9, 3-4, 9-től nagyjából ilyen két órás etapot fogok ugyanúgy tolni. Kérdés, mi legyen? Mit szeretnétek? Snowrunnerözzünk, kicsit kultúráltabban. Nézzünk szét a farmon. Farmingozzunk. Icarus, vagy még VOD jöhet szóba. A Donát azt mondja, hogy snowrunnerözzünk. Szia Vitamin, jó éjszakát kívánok neked. Hello, hello. Köszönöm szépen, itt voltál. Snowrunner? Snowrunnerözzünk akkor, jó? Na, tényleg. Köszönöm szépen. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Örültem, hogy itt voltatok. Sziasztok.